Sziasztok! Üdv újra a heti hírharsonában. Az izgalom fokozódik, ahogyan közeleg a Title Update 10, de először nézzük meg az e -heti javításokat. A globál eventek kihívásában néhány csapat alapú, nem számoló csapatalapon ezeket javították. Nem eddig ki külön mik ezek, majd leteszteljük. Javították a DARPA küldetés nem nyíló ajtaját, és egy hibát, amivel instant lehetett reszetelni skill cooldown-t. Így a töltés alapú skilleket sem lehet már cserélni, miközben CD-n vannak. Sajnos. Mint a sokan tudjátok, múlt hétvége óta tart a publikus teszt szervere első fázisa, ez a mai napon csütörtökön befejeződött. Péntek délután ismét online jönnek a PTS szerverek a második fázissal. Aki leszette a PTS-t, annak csak egy pecset kell majd letöltenie. Az első fázisról összességében annyit mondanék, hogy nagyon szuper az irány, sok minden elég jó helyen landolt, de majd a mostani második fázis lesz az, amiből kiderül, Valójában mennyire volt ez szándékos, mint például a loot minőség terén. A játék nem lett sokkal könnyebb, a fegyverbáfok ugyanis nem lettek erősebbek, mint amilyen az m 1 valaha is volt, sőt az is kapott egy kis nörföt. Csupán annyi történt, hogy most már több fegyver is azon a szinten sebez, mint a kicsit nörfölt m 1 Szóval ugye olyan nehéz, mint volt, csak végre több fegyverrel élhető a magasabb nehézségi szint. Természetesen történtek NPC nörfök, de nem szőnyek bombázással, Olyanok változtak, mint például az SMG-s a pontossága, amitől valóban könnyebb a játék, csak eddig volt ordas parasztul belőve, és most normális, ez azért nagy különbség. Változni fog a bulvárk az egyik legnépszerűbb új szett, de nem széles körű nörföt kap szerencsére, hanem kivesznek belőle kettő hibát, PVP-ben a PVE sebződés értékéből számolta a hilt, ami ugye a háromszoros, ezért volt sebezhetetlen, valamint PVP-ben is PVE-ben is érintette, hogy skálázódott az incoming healing stattal, ami nem volt szándékos. Mivel engem egyik sem nagyon érintett a játék során, azt hiszem max 10% volt nálam, ezért izgatottan várom, hogy a második fázisban elvileg ugyanolyan móka kéne, hogy legyen, és egy kiváló belépő szintű buildre alkalmas, hétvégén össze is rakom. Ebből a szedből kifolyólag a PvP visszajelzés sajnos nem megfelelő, mert mindenki sebezhetetlenül ökörködött végig, így most a második fázis lesz inkább a mérvadó, és egyre valószínűbb, hogy lesz egy harmadik fázis is. Ez valószínűleg csúszást is jelent az eredeti naptárhoz képest, de mennyire jobb ez így, hogy PTS-en kiderülnek az ilyen turpiságok, mint a mindennap maintenance és sürgőségi patch. Szerintem örüljünk, hogy egy ekkora horderejű patchnél odaadják, és meghallgatják a közösséget előre. Emellé a második fázisba érkezik egy újabb exotic buff, a kamélon 32,8%, a Bighorn 11,2% sebzés buffot kap, illetve a Bighorn bezumolva extra fejlővés sebzést is kapott, már annak a 20 embernek, akit ez érint. A másik ritkaság, de valamivel elterjedtebb Eagle Beer is 7,2% sebzés emelkedést kapott a BTS kesztyű pedig ezután a Hive skillekre is ad buffot, skill tiertől függő erőséggel. További buffot kap a loot is, teljesen megdöbentőd módon. Csökkennek a minimum rollok, -ok, és minden cash -roll minőségét javították, ami megjegyzem a békasegge alatt volt, szóval az elvárás. Kérdés, hogy mennyivel? Végre valahára minden küldetésben található láda a világ nehézségére fog skálázódni így challenging küldetésen nem esnek, majd lilá, nincs a héten Purple Fontos, hogy ez az Open World ládákra egyelőre nem vonatkozik, csak az aktív küldetés közben nyithatóakra, ami azért szintén nem kis dolog. Buffolják a craftingot is, emelkedik a minimum és a maximum rollok értéke is, változtattak a súlyozáson is a jobbak irányába. PvP-ben változik az Imperial Dynasty is, csak akkor gyullad fel a másik játékos, ha legalább három másodpercig látod is, nem csak közel vagy, valamint az MMR sniper puskák is kaptak 12% buffot, hangsúlyozom PvP-ben. Szó esett még arról, hogy nincs tervben a testméret növelése, hogy a Season 1 vége június 15-re tolódott, és hogy a Season 2 minden Warlords of New York tulajdonosnak ingyenes lesz. Végezetül szót kell ejtenem a szivárogtatásokról is, mint mindig spoilermentesen. Sajnos a PTS-ben bent maradtak audiologok, amik gyakorlatilag elspoilerezik a teljes következő pár évadot valamilyen szinten. Ezek sajnos részben valósak, így mindenki óvatosan olvasgasson, meg videókat. Az AR rárepülők változóan intelligens módon kezelik ezt, így könnyű véletlenül is belefutni. Egy hivatalos bejelentést ezzel kicsikartak belőlük, ami meglepetés akart lenni, bár utalások szintjén eddig is lehetett tudni, hogy egy új, az új játszhatóságra fókuszáló játékmód is készülőben van. A kijelentés fontos eleme, hogy ez nem az Underground 2.0 vagy a Survival 2.0, Csupán az azokból az élményekből építkező új játékmód nem akarják egyszerűen ugyanazt megépíteni még egyszer. A játékmód neve Skyscraper, ennyi a biztos, a többi mint találgatás és puszta fantazmagória. Volt annak idején egy ötlet egy játékmód a közösség oldaláról, ami ugyanezt a nevet viselte, de azon túl, hogy ezt a fantázia nevet kapta, nem lehet tudni, mekkora átfedésben van a kettő. Ilyenkor simán elképzelhető az is, hogy feldolgozták a közösség igényét, és belső be munkanévnek ezt adják neki, akár csak placeholdernek is, hogy arra a felvetésre válasz. Megdöbentő és az én számomra példátlan lenne, hogy egy a fejlesztő stúdió egy Reddit postból csinálna játékmódot, mert ez akár már jogi szempontból is kockázatos lehet. Mindenki használja a józan és kezelje ezeket kétkedéssel. A játékmód érkezése nem mostanában lesz, akit érdekel én miben bízom, az kénytelen lesz bejönni hétvégén PTS2 live-ra, és megkérdezni személyesen. Ennyi volt a híradó a hétre, ha tetszett nyomjátok a like-ra, ha szeretnétek még ilyet, akkor bök a subscribe-ra, kövessetek a twitch.tv per is. Remélem találkozunk live-on, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!